Köszöntöm nézőinket! Ha kett 6 óra, akkor szignatúra itt a Keszthelyi Televízióban. Idei utolsó műsorunkban találkozhatnak Sipos Éva festőművésszel. Keszthely történetében áskálódunk. Feltárjuk a rendház épületének titkait. Ismét ellátogatunk a Georgikon néptánc csoport egykori táncosainak próbájára. Emléküléssel és táblaavatással tisztelgünk két nemzethőse Asbóth Sándor előtt. Tartsanak velünk a következő fél órában! Kívülről kéne mi? Január végéig látogatható a Hévízi Fontana galériában Sipos Éva tárlata. Egy festőtáborban ismerte meg Csonka Jánost, aki elindította a festőművészi pályán, előtte kerámikusként dolgozott. Előről! Az Alamegyei Múzeumok igazgatóságának régészei az év utolsó hónapjában kezdték meg régészeti feltáró munkájukat a főtéri rendházban. A régészeti feltárásokat a korábban lezajlott falkutatások tették szükségessé. Ha kett 6 óra, akkor itt? Nem itt. Közel 5 hónappal ezelőtt láthatták azokat a táncosokat, akiknek most már egy majdnem színpadra állított darabjukat csodálhatják meg a következő percekben, és remélhetőleg áprilisban Balaton Színház színpadán is találkozhatunk a Georgikon Néptánc Együttes egykori táncosaiból verbúválódott csapattal és előadással. Igen. A 200 éve Keszthelyen született Asbóth Sándor hadmérnök tiszteletére emléktáblát avattak szülőházánál, majd magas színvonalú emlékülést rendeztek. Mai magazinunk végére értünk. Köszönjük egész éves figyelmüket, kérem tartsanak velünk a következő esztendőben is, hiszen egy kis kultúra mindenkinek jár. Boldog új évet kívánok, viszontlátásra!